Jó estét, uram. Jó estét. 10 főre foglaltak asztalt, megmondaná, hogy melyik az? Egy pillanat. Hagyja, látom már. Rendben van, hölgyem. Megkértem a másik 8 embert, hogy ne jöjjenek el. Jó lesz így? Nagyon jó. Isten hozott. Még sokáig kell itt rá várnunk. Igen, addig még haza nem ér. Tudni akarom, hogy igazat beszélsz-e vagy sem. Még sohasem hazudtam semmiben. Fogalmam sincs, honnan veszed, hogy hazudok. Történt valami? Igen, sok minden történt. Ó, apa. Na végre, hogy itt vagy, rád várunk mindannyian. Igen. Én nem, Santiago, csak most érkeztem. Sikerült elszakadnod a barátnőttől? Barátnőjétől? Uh-huh. Az asszony azt mondta nekem az imént, hogy maga is az anyósom, Alicia... Mondja ki, Ágérre! Mondja ki! A maga egykori anyósa az én drága látos apám legújabb szeretője. Kérlek, ne beszélj ilyen hangon Aliciáról, mert ő életem nagy szerelem. Hogy lehetne, hiszen csak most találkoztatok. Tévedsz. Bár nagyon régóta ismerjük egymást. Több mint 30 éve. Hogy? És ez alatt folyton arra vágytam, hogy vele éljek. Folyton. Az én anyósommal? Igen, Agire. Az anyósával. Ő volt mindig életem nagy szerelme. És azóta is, de ezúttal nem fogom őt elveszíteni. És nem választhat el tőle senki sem. Se te, se maga, se pedig te, Alejandro. Döntöttem, nem fogok visszatáncolni. Feleségül veszem Aliciát. Cuando el color de mi vida empalidece, estrella que muere brillando. Magyar hangok. Sörös Sándor, Menszátor Magdolna, Bozsó Péter, Németh Kriszta, Mezei Kitti, Zsurzs Kati, Starenki Pál. A szerelem rabjai. További magyar hangok. Rosta Sándor, Varga Gábor, Koroknai Géza, Kéri Kitti, Zsigmond Tamara, Pap Kati, Kajtár Róbert, Szórádi Erika, Rátonyi Hajni, Penke Bence, Nemes Takács Kata, Makai Sándor, Molnár Zsuzsa. Írta Marcela Citterio és Enrique Estevanez. Zenéjét szerezte Maxi Riquelme. Fényképezte Jorge Medina. Rendezte Carlos Luna és Chancha Ambrosini. Mégis miről beszélsz? Nem veheted el! De igen, el fogom venni. Ezt inkább még gondold meg. Ne légy cinikus, Alejandro. Felnőtt vagyok, és nincs szükségem megmagyarázni bárkinek bármit is. Szóval nem tartozol magyarázattal senkinek. Te viszont mindenkit elszámoltatsz. Jól van, ez jól van. Apád mindig azt csinálta, amit ő akart. Sosem törődött veled a hugoddal, vagy az anyátokkal. Elnézést kérek. Maradjon csak Agirre, maradjon. Maga már családtag itt nálunk, így hát maradjon. Elmehet Agirre. Amíg felszolgálják a vacsorát, kérek egy proszekkót. De előtte még egy üveg hideg tokait szeretnék a vacsorához. Egyet értesz? Egyáltalán nem értek a borokhoz, úgyhogy engem ne kérdezz. Akkor ez lesz, köszönöm. A proszekkó olyan, mint egy pezsgő, egy velencei habzóbor. A tokai pedig az egyik legkitűnőbb fehér desszertbor Magyarországról. Jó étvágyat fog csinálni, jut eszembe. Jártál már Velencében? Nem. Ó,
Fel kell keresned Velencét álmaid férfiával. Hát talán ezért nem jártam még ott. Légy kicsit vidámabb, ne szomorkodj. Nem, semmi bajom. Csak ma... Nem is tudom. Kicsit furcsán érzem magam. Melankolikus vagyok. Nem is tudom, egy éve még Párizsban éltem az unokahúgommal, Milagrosszal. Nagyon szerettem őt. És rettenetesen hiányzik. Mindig olyan volt, mintha a lányom lenne. Érdekes, hogy a másik unokahúgommal, Barbarával, annas minek folytassam. Biztosan untatlak a magánéletemmel. Épp ellenkezőleg, érdekel. Nagyon. Ráadásul te mindent tudsz rólam, amíg én rólad semmit. Csak azt tudom rólad, amit mindenki. Azt nem, amire kíváncsi vagyok. Na és mit szeretnél tudni rólam? Nem értelek. Nem fér a fejembe, hogy minek akarod elvenni. De miért ne? Özvegy vagyok. De kérlek, arra készülsz, hogy egy alkalmazott anyósát vedd el. Kit érdekelnek a részletek? Hát éppen ez az, ami nem fér a fejembe. Mindig is nagyon fontos volt neked a család makulátlan híre és neve. Viktoriát bezártad, hogy örökre elválaszd őt Konrádótól. Engem eltiltottál Carlostól. Nem bírtad ki, hogy egy alkalmazottal járok. Ugyanígy viselkedtél Barbaritával és a testőrével. Ezek után hogy merészelsz ilyet mondani? De hova akarsz kiukadni? Félted az örökséged? Apa... Ne sérts meg ezzel, kérlek! Nem akarlak megsérteni, de nem értem, mi a bajod velem? Hisz az előbb mondtad nekünk, hogy ez a nő életed nagy szerelme. Apa, és az anyám mit jelentett neked? Mondd, mi volt ő neked? Mi? Sajnálom, de amíg élek, azt a nőt soha nem fogom megtűrni az asztalomnál. Soha! Soha! Esküszöm! Sajnálom, kicsikém, megértelek téged, de már ezt eldöntöttem. Ne! Santiago, végre bebizonyítottad, hogy nálam is rosszabb vagy. Nos hát, úgy tűnik, hogy néhány titok napvilágra került, nem? Jobb, ha te nem tartasz erkölcsi prédikációkat. Igazad van, igazad van. Milyen kár, Santiago. Próbálom elképzelni a végrendeletet felolvasását. A világért se hagyom majd ki. Miért? Tudtam róla, apa. Tudtam a nagyiról mindent. Hogyan jöttél rá? Tőled tanultam meg, hogy kell titkot tartani. Talán éppen ez volt az, amit el akart mondani nekünk a nagyi anya halála után, de nem merte. Lehet, hogy ezt írta le abban a levélben. Honnan tudod, ha nem olvastad el? Santiago mindent elmondott nekem, mikor egy nap rajta kaptam őket, ahogy egymás kezét fogják. És mennyi ideig voltak együtt? Fogalmam sincs. Gőzöm sincs a pontos dátumokról, de szerintem sokáig. Igen. Ezt már tudom. Szerintem még a nagyapa halála előtt kezdődhetett, bár a nagyi nem mond semmit. Santiago azt állította nekem, hogy ő volt az élete nagy szerelme. Mi ez? Látom, hogy töröd a fejed, talán valami baj van? Nem. Mondd el. Szóval rokonságba kerültünk ezzel a családdal. Kérem, telefonáljon! Minden helyes válaszért jár egy pont. A győztes az a versenyző lesz, aki a legtöbb kérdésre tudja a helyes választ. Tehát a legtöbb pontot gyűjtsd. Lenne a cipődet, nem akarok újra kitakarítani utánad. Ülj csak le, a kedvencedet főzöm vacsorára. Jó? Azonnal kész vagyok. Siess, mert éhen halok. Nem hallom a tévét.
Írtam ennek a műsornak. Emlékszel, milyen sok levelet írtam neked? Jelentkeztem versenyzőnek, olyan jó lenne, ha nyernék egy kis pénzt. Pacsikó! Kész a vacsora! Olyan szomorú vagy, kicsim. Valami baj van? Én... Tudod, hogy nagyon szeretlek. Szeretem a rigójáidat. Azt, hogy heves vagy. És szeretem, hogy nem tudsz főzni. Hogy arrogáns vagy. Így szeretlek. Most már sokkal jobb, Pacsikó. Sokkal jobban vagyok. Halló, Nikolász. Azért hívlak, mert a vacsora elmaradt. Milyen kár. Reméltem, hogy sikerülni fog. Sikerülni fog. Kérlek, hogy ne aggódj, majd újra meghívnak valamikor máskor, jó? Ciao, édesem. Anya, te még nem alszol? Nem jön álom a szememre. Azért, amiről meséltem? Igen. Ennyire szereted Santiagot? Folyton Alessian töröm a fejem. Mindig is féltem, hogy egy nap felbukkan. És nem tévedtem. Sajnálom, kicsikém. Annyira sajnálom neked. Mit sajnálsz, Alicia? Mit kell, hogy Gabriela megbocsásson? Kérlek, nézz rám. Mit titkolsz? Gabriela, felnőtt. Abban a hiszemben, hogy az apja még fiatalon meghalt. Valójában az apja még ma is él. És fogalma sincs, hogy volt egy lánya. Olyan magányos vagyok, Tango. Hiányzik a kislányom. Inkább meghalok, sem hogy nélküle éljek. A lányod rendben jön. Szüksége van az anyjára. Úgy félek. Arra sem volt alkalmam, hogy a karomba vegyem. És mit kezdjek a tejemmel, amikor őt csöveken át táplálják? Minden az én hibám. Nem ilyen anyát érdemel, szegényként. Ugyan már, Caro. Ez a büntetésem, Tango. Megérdemlem, hogy bűnhődjek. Te ismersz engem. Tudod, hogy igazam van. Nincs igazad. A betegsége nem büntetés. Próbáld a dolgok jó oldalát nézni. Tanulsz belőle. Miről beszélsz? Az élet iskolája. Hogy jó anya légy. Gondolod, hogy jó anya lesz belőlem? Igen, azt gondolom.
Ha elkezdesz kételkedni magadban, az jó jel. Egyszerűen kit? Megkóstolod, amit rendeltem? Hálások. Van egy kis savanykás íze, nem? Vagy inkább fanyar? Igen. Kicsit fanyar az utóíze, arra gondolsz? Igen. Szóval, ahogy mondtam már, apám megtiltotta, hogy meglátogassam a lányomat, vagy Konrádot. Igen. Nem csodálom. Az apátok mindig is uralkodott az életetek felett. Nos, azon még mindig uralkodik. De rajtam már nem. Sokáig tűrtem a zsarnokoskodását, de ennek már a vége. Tudom, hogy a lányom életben van valahol, és meg fogom találni. Mindketten megérdemeljük, hogy egymásra találjunk. Remélem, tiszta szívemből, hogy megtalálod. Ígyunk erre. Most rajtad a sor. Ne ijeszges. Gyerünk. Hidd már el, hogy nem hazudtam neked, Páz. Alicia nem volt hosszú évekig a szerető. Tudom, hogy most is hazudsz. Hozzájártál Vigaszért, miközben anya a halálos ágyán feküdt. Nem jártam hozzá, kérlek. Nem jártál hozzá? Kérlek, hogy magyarázd meg nekem, mert sajnos nem értem. Mégis mikor voltatok együtt? Mármint, mégis hány szeretőd volt az évek során, apukám? Hány volt? Sok volt, de szerelemmel csak őt szerettem. Kérlek, érlek, Páz. Annak idején anyádat is nagyon szerettem, de Alicia iránt én egészen mást érzek. Kérlek, hogy érts meg. Értselek meg? Ugyan miért értenélek meg téged? Mert te is ezt élted át Carlosszal. Ha ilyen jól tudod, ha ennyire jól tudod, hogy mit jelentett nekem Carlos, akkor miért szakítottál el minket egymástól? Miért? Én csak jót akartam. Ne. Nem sejtettem, hogy boldogtalan leszel Alejandro. Apa, téged mindig is csak az üzleti ügyeid érdekeltek. És egy Buster Ricard az Achával Urien családban tudni a vejedként mindenképpen jó üzlet. Ne légy igazságtalan velem. A Carlos úgy már a múlté. Nincs mit tenni. És az a helyzet, én nem is tudom. Ez egy más ügy. Aliciát feleségül veszem. Szegény anyám. Ó, Ege, gyere be, Juan. Alicia. Gyere be, mi történt? Ege, mi baj van? Sajnálom, hogy felébresztettelek az éjszaka közepén, de... Mi történt? Nem tudtam elaludni. Nem jött álom a szememre, mert mondott valamit Santiago. Santiago? Uh-huh. Mit mondott Santiago? Szerintem tudod. Mit tudnék én? Ne rémészgess, kérlek. Mitől félsz, Alicia? Mitől tartasz? Én? Alicia, kérlek. Kérlek, mondd, hogy Santiago Achával Urien nem Gabriela édesapja. Juan Manuel, miért vagy ennyire kétségbe esett, fiam? Mondd meg, miért? Azt megértettem, hogy az én drága kislányom Gabriela. Sokáig kétségbe esetten kutatta, hogy ki az apja. De vajon te miért csinálod? A lányom tátu miatt. Mi köze ennek tátuhoz? Ha tátu Santiago unokája lenne, miért lenne az neked baj? Nem tudlak megérteni. Miért? Miért? Miért vagy ilyen? Van valami, amiről hallgatsz, Juan Manuel, valami titkolsz előttem. Igaz? Nos... Majd meg fogom mondani, ki Gabriela édesapja, de kérlek,
Adj még időt. Ah, szóval tényleg ő az. Nem. Megmondtam, hogy nem. Adj még időt és több tiszteletet. Nos, pászt követően sok nőt ismertem, de egyik sem volt komoly. Értem. Nagy nőcsábász hírében állsz. Szemenszedett hazugság. Ah, hát persze, képzelem. Jó. Mit mondjak még? Nincsenek gyermekeim. Uh-huh. Igaz, az anyám még mindig úgy kezel, mintha én magam is hátul gombolós lennék. Hát, nem vagy túlságosan bőbeszédű. Igazán nincs mit elmesélnem. Na, nincs. Nem is tudom. Volt feleséged? Vagy élettárs? Nem. Komolyan igen, mondod? Igen, komolyan. Jól van, tudom, hogy csak egy unalmas ablegény vagyok, de nincs mit tenni. Hát, igen. Tudod, mit csinálunk? Holnap korán bemegyünk a kórházba. Ezért inkább feküdj le és pihenj egyet. Szia. Uram. Szia, drágám. Hogy vagy? Megvagyok. Most már elmehet tango, majd én vigyázok rá. Értem, jó. Holnap mikor jöhetek önökért? Korán reggel. Rendben. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Hogy érzed magad? Hogy vagy, drágám? Veled kellett volna lennem, igaz? Mutasd a kezed. Mi ez? Hát nézzem. Kell lesz nekem, Káro. Szükségem van rád. Nagy szükségem van rád. Nekem is nagy szükségem lett volna rád. Mi történt? Mi a baj? Nagyszerű ötletem támadt. Munkát fogok szerezni. Ezért keltettél fel? Már aludtam, megőrültél? Számomra ez nagyon fontos. Még sosem kerestem magamnak állást. Halálra rémisztettem. Állítsd be az ébresztő órát 10-re, hogy mielőbb elindulhassak. 10-re megvesztél, akkor már hiába indulsz bárhová. Az túl késő. Akkor hányra? Szerinted mikor keljek fel? Legkésőbb 6-kor. Felkeltesz, főzöl egy kávét, veszel egy újságot, kinézed az állásajánlatokat, és a nyakadba veszed a várost. Jól van, ahogy akarod. Meglátod, hogy szerzek állást. Sikerülni fog, hidd el. Sikerülni fog? Így van. Szóval hánykor? Mit hánykor? Az ébresztés. Te kis. Rossz kislány. Honnan tudtad, hogy ma van a születésnapon? Ó, az önéletrajzodban olvastam. Emlékszel rá? És megjegyezted? Igen, magam is csodálkozom, mert nincs jó memóriám, de mindegy, mert a fontos dolgokat mindig is helyben tartottam. Az enyém? Hát persze. Nincs születésnap ajándék nélkül. De jó. Úgy izgulok.
Francesco-nak szeretettel és csodálattal, Sofia. Ő adta ezt neked. De én neked adom. El sem hiszem. Ő a kedvenc színésznőm, honnan tudtad? Hé, te említetted. Mikor együtt voltunk és éppen Marcello és Sofia filmjét néztük, emlékszel rá? Ismerem őt. Egészen kivételes asszony. Sokat segített a pályám elején. Ha van kedved hozzá, akkor megszervezhetek egy utat, és meglátogathatjuk. Rendben. Indulunk? Svájcba, most? Alicia. Igen? Elnézést az időzítésem miatt. Rendben. És... Nem vagy melegen öltözve. Furcsa. Halló? Na, értem. Én most éppen Alicia-nál vagyok. Már is megyek, megyek. Espaz asszony volt. Késő van. Hát, éjjel-nappal dolgozom, tudod, ilyen a munkaköröm. Alicia, szeretném, ha megértenél, nem akarlak bajba sodorni, vagy ilyesmit, csak nagyon meglepődtem ma este. Ő tudta. Mármint Tatjana, de nekem fogalmam sem volt róla. Nem, hát persze, megértelek, ne szabadkozz. Én kérek elnézést. Nem, dehogy. Neked is megvannak a titkaid. Szerintem te... Még titkolozni akarsz mások előtt, pedig Santiago úr bejelentette a családnak, hogy feleségül vesz. Bejelentette? Ezt mondta nektek? Igen, ezt mondta ma, és hallott a Paz asszony, a lánya. És a veje, azaz a volt veje, vagy kicsodája is, mindegy. De te nem tudtad, ugye? Fogalmam sem volt róla. Egyértelműen beszélt. Nem akar titkolozni. Érted már? Igen. Ne érts félre, ha vannak még titkaid, nem érdekelnek, nem, tartsd meg őket. Tiszteletben tartom, de ha szeretnél beszélni róla, én itt vagyok, mert nagyon rossz egy harmadik féltől értesülni. Igen. Jó, csá. Csá. Te jó ég. Szia. Szia. Nem tudtam aludni. Az apám miatt. Meg a veszekedés miatt. Ó, de jó. De jó. De jó egy kicsit hozzád bújni. Na, és te hol voltál? Alíciához mentem, hogy beszéljünk, mert eszembe jutott valami, és... Csak egy valami? Nekem tele van a fejem. Attól tartok, Gabriela lehetett a másik húgod. Most megyek. Már most? Igen, most.
Előre szóltam, hogy nem töltöm nálad az éjszakát, mert az veszélyes. Te vagy veszélyes. Én? Te, ne mondd, hogy én. Ne tégy úgy, mintha fogalmat sem lenne róla, miről beszélek. Ráadásul ez egy különleges este volt. És mi a különbség egy rendhagyó és egy hagyományos este között? A vicces kedvedben vagy eltaláltam. Nem akarom ezt túlértékelni. Ennél többet nem adhatok. Tudom, hogy nem sok. De többen nem szolgálhatok. Kifejtenéd bővebben, hogy ez mit jelent? Rajtam kívül több nőt is hülyítesz? Vagy csak velem szórakozol addig, amíg a nővérem visszafogad téged? A nővéredet már nem érdeklem. Ezért nem foglalkozom vele. Ezek szerint a helyes válasz, hogy rajtam kívül több nőt is hülyítesz. Sokáig éltem Olaszországban, és átvettem a temperamentumukat. Nem tudom, hogy az milyen, még egy olasz sem ismertem. Victoria, ha komolyan hosszú távra terveznél, figyelmeztetnem kell téged, hogy alkalmatlan vagyok. Öreg vagyok és bogaros. Mindig is egyedül éltem, megrögzött aglegény vagyok, ezt tudod. Még ha mostanában néha el is fog az érzés, hogy ideje váltani. És más életet élni. Kicsit más miért. Várj, reggelizzünk. Hogy? Készítek majd neked reggelt. Azt hiszed, hogy Gabriela a testvérem volt? Igen. Ezért mentem el Aliciához. Na és mit mondott Juan? Kérlek, hogy azonnal válaszolj, ne csikázz tovább. Alicia mindent tagadott. Azt állítja, hogy Gabriela nem az apától van. Hát persze, édesem. Ez nem annyira egyértelmű, mert én nem hiszem el neki. De gondolj bele. Miért akarta volna az anyusod, hogy abban a házban dolgozz, ahol a vér szerinti apósod lesz a főnököd? Nem. Igen. Tiszta őrültség, mi? Igen, őrültség, édesem. Alicia nagyon megsértődött. Egy kicsit megsértődött. Hát persze. Hogy gondolhattad, hogy Gabriela a rég keresett testvére? Igazad van, ez tényleg borzasztó lenne. Ráadásul én sem lehetnék veled soha többé. Nem. Kicsim. Kicsikém. Ébresztő. Hadd aludjak még egy kicsit. Csak egy kicsit. Mm. Azt hittem, hogy munkát akarsz találni. Meggondoltad magad? Nem. Gyerünk, kelj fel. Mit akarsz felvenni? Nem hiszem, hogy az én ruháimban csinos lennél. Elfelejtettem. Menj haza és pakolj össze. Nem akarok hazamenni. Mesztelenül nem mehetsz ki. Tessék. Igen, igazad van. Interjúra megyek. Sietek. Ilyen korán reggel? Nem értem, ki az az elmebeteg, aki hajnalban tart állásinterjút? Hihetetlen. Ha sietsz, akkor elviszlek hazáig. Gyerünk. Siess. Miért akarsz hazavinni? Tati! Mi az? Hé! Mit csinálsz, Gino? Látod, beszélgéteslek. A fantasztikusan néz ki. Alig várom, hogy téged is lekaphassalak, szívem. Milyen mázlista vagy, édesem. Nekem most semmi kedvem örülni. Na, és én mit szóljak? Mindig a legjobbkor. Ki a csoda lehet az ilyen korán reggel? Na, milyen lett a kép? Halló? Igen. Igen, jöjjön. Jó.
Imád a kamera. Ki volt az? Nem tudom, egy kifutó fiú. Ez az kész káosz, folyton csak jöjjön csak be, az isteni. Várjon, még adok egy kis borra valót. Köszönjük. Kinek küldték? Kinek jött? Nekem küldték. Na és igen. Kitől? Kártya is van hozzá. Várj. Az én drágámnak őszinte szerelemmel, Pászkuli. Ó, Pászkuli, jó, de megható kártya. Ez az ember tényleg tiszta szívéből szeret, Gino. Igen, de te is megérdemelnél valakit, aki így szeret. Te lány, miért nem hívod fel Giulio Alcort? Tehát én léptem a magam ügyében, nézd csak. Én a helyedben nem hagynám veszni ezt a remek lehetőséget. Milliómos is lehet. Á, nem, belőlem sosem lesz milliómos, tudom, Gino. Nekem sohasem lesz olyan mázlim, mint másnak. Ne itt és ne most. Anya! Anya! Ha? Mi történt? Barbara! Mit keresel te itt ilyenkor, kicsi csillagom? Kiről álmodtál? Én? Carlosról, a férfiról, akit Francescónak hívnak? Nem, épp rólad álmodtam, róla, drágám. Azt álmodtam, hogy a lányom kelt fel ma reggel. De mit keresel te itt ilyenkor? Pacheco? Jól van, Pacheco jól van. A holmimért jöttem haza, Rubi most pakolja össze. De jó téged itt látni. Minden rendben van, ugye? Meg kell látogatnod minket a lakásban. Szívesen, drágám. Annyira örülök, kicsim, hogy ilyen boldog vagy. És hogy érzed magad? Jól vagyok, anya, jó. Még egyszer sem hánytam. És most, tadám! Mi ez? Barbarita elmegy és dolgozni fog. Álláshirdetéseket olvasol? Így van. Édesem, dolgozhatnál a gyárban nálam, ha pénzre van szükség. Sose lehet róla. Nem kell alamizsna. Egyedül akarok boldogulni. Ó, kicsi. Aj, anya. Drágaságom. Szerencsére jó időben elkezdtük kezelni a kisbabát. Az állapota még mindig válságos, de a gyógyulás jeleit mutatja. És haza lehet vinni őt? Nem, az még most korai lenne. Még néhány napig az inkubátorban kell maradnia, hogy feltápláljuk. Gondolja, hogy teljesen rendbe fog jönni? Nos, erre még nem adhatok önnek biztos választ. Meglátjuk, hogyan reagál a következő pár napban. Értem. Doktor úr, ha mégsem javulna, akkor mit tehetünk még? Mi lesz vele? Nos, ha ez nem válik be, akkor meg kell őt operálnunk. Emlékezzen, a műtétet már említettem önnek, mikor a baba megszületett. De kérem, ne aggódjon, bizakodjon, hiszen még semmi nem dőlt el. Láthatnám? Láthatnánk? Igen, de egyelőre csak az ablakon átnézhetik meg. Jöjjenek velem, kérem. Ja. Gyerünk, Rubi, siess már! Hogy lehetsz ilyen lassú? Látom, átgondoltad, és hazajöttél. Nagyon tévedsz, csak a holmimért jöttem. Nézd meg jól. A pénzed nélkül is sikerült életben maradnom. Kiderült, hogy egy fukar vén ember vagy, bár a cselédekkel igazán bőkezően bánsz. Elment az eszed, vagy szegél is lettél? Velem van bajod? Nem értelek, nagyapa. Nikolászról azt gondolod, hogy tartania kellene a 3 lépés távolságot. Bezzeg, ez úgy viselkedhet, mint a ház úrnője. Nos, elköltöztél, akkor boldogulj nélkülem. Értem. A hazug cselédet jobban szereted. Kit neveztél te hazug cselédnek? Elég, hagyd őt. Mi történt veled? Nikolászt kiutáltad innen, de eltűröd, hogy ez a mi haszna itt pöffeszkedjen. Látom, már eldöntötted. Sok sikert a cselédhez. Ugyan, gyere. Rubi! Beszélhetnénk. Miről, Pacheco? Már elmondtam, hogy nincs miről beszélnünk. Semmiről. Kérlek, rövidre fogom majd. Kérlek,
te lemondanál életed szerelméről? Komolyan gondoltam, Tatyánával feleségül akartam venni. Esküszöm, nem akartam megbántani. De mikor megláttam Barbarát, rájöttem, hogy szakítanom kell vele, érted? Próbálj megérteni, kérlek. Megpróbáltalak megérteni. Próbáltam. Most inkább játsszuk azt, hogy te próbálsz megérteni engem. Nekem Tatyana a legfontosabb a világban. A legfontosabb. És nem hagyom, hogy bárki az életében megbántsa. Ezt értsd meg. Én értem, hogy mit akarsz mondani. Megértem, hogy haragszol rám, és látni sem akarsz. De barátok vagyunk. És szeretném, ha tudnád, hogy bármiben számíthatsz rám. Mozdulok innen, míg meg nem etted a sütit. Az utolsó falatig. Nem vagyok éhes. Nem érdekel? Muszáj megenned. Addig nem nyugszom, míg meg nem eszed. Komolyan mondom, kezd már el. Gyerünk, lássam. Egy neked? Nem. Mondani szeretnék valamit. Gondolkodtam. Amikor jobban leszel, amikor felépülsz és végre megerősödsz. Szeretném, ha keresnél egy nagyobb lakást magatoknak. Veszek egyet nektek. Mert szeretném, ha kényelmesen élnétek. Rendben? Majd meglátjuk. Most csak az érdekel, hogy milyen jobban legyen. Megírom a végrendeletemet. A végrendeletet? De minek? Csak mert ha bármi történik velem, akkor ti nem örököltök semmit. A nagyobbaknak semmi káruk sem lesz, mert a nagyobbak után örökölnek. Remélem, nem fogja őket semmizni. Miért semmizné ki őket a nagyobbjuk? Mert a nagyobbjuk mostanában kezd beszámíthatatlanná és nagyon felelőtlenné válni. Vigyáznom kell az öreggel. De biztosíthatlak, hogy nem tesz keresztbe. Buongiorno. Principessa. Ki mondta, hogy a paradicsom a földön nem létezik? Vigyázz, mert hozzászokom. A jóhoz. Hát szerintem neked már régen kijárna ez a kiszolgálás minden reggel. Van benne cukor? Tökéletes. Lássuk, egyedül készítetted ezt a rengeteg finomságot. Nem hiszed? Pedig szeretek ilyenekkel bíbelődni. Jó, hiszem neked. Anyukám rendesen felnevelt. Azt látom, dicséretes. Köszönet érte édesanyádnak. Mi az? Ki vele? Látom, hogy valami bajod van. Annak idején a nővéremnek is ágyba vitted a reggelit. Azon a pár reggelen, amikor együtt keltünk. Nem fér a fejembe. Paz, miért hagyott el téged? Gyerünk, Rubi, siess már, mert a végén megőszülök. Ó, Barbara kisasszony, miért nem pakolhattam be rendesen? Minden ruhája gyűrött. Majd kivasalom őket, nem érdekes. Ön akarja kivasalni? Igen, miért? Semmi, nem szóltam. Ó, mindent bepakoltál? Persze, úgysem marad soká.
Csak álmodozz tovább, Mariana. Tudod mit? Sem te, sem más nem szakíthat el Pacsékótól. Mérget azért ne vegyél rá. Előbb-utóbb úgyis haza fogsz jönni, Barbara. Nem fogok hazajönni. Látom, nem csak hazug vagy, de irigy is. Szánalmas, ahogy próbálkozol. Nőj fel végre. Nője fel, na halljuk, mondd ezt még egyszer! Halos, kis gyerek, mondd még egyszer, ha mered! Mondd! Elég! Hogy a saját dolgával törődjön! Azt sem mégis, hogy nem tart sokáig a szerelmünk Pacsékóval. Mi köze hozzá? Hát, ez majd! Tatu! Féltékeny kis valóságot! Elég legyen már! Már a te kedvenced is a cseléd. Tatu! Tatu! Félek, nem bírom tovább, Alicia. Nem bírom. Én sem bírom már sokáig. Ráadásul Juan Manuel tegnap este nálam járt, és halálra rémített. Elkezdett kérdezgetni arról, amiket állítólag te mondtál neki. Minek beszéltél a dolgainkról, Santiago? Azért, mert veled akarok élni. Unom az alakoskodást. Én is nagyon unom a hazudozást, és fogalmam sincs, hogyan mondhatnám el az igazságot, de... Megmondom őszintén, hogy egyedül sem erőm, sem jogom nincsen előállni az igazsággal. Igazad van, drágám. Annak idején együtt kezdtük el, és együtt fogjuk befejezni közösen. Bízzál bennem. Nem az az ember vagyok, aki 40 évvel ezelőtt voltam. Azt látom, Santiago. Akkor még az én családomnak sem mondtad volna el, hogy feleségül veszel. Ez nagyon jó, de jó, hogy mind itt vagyunk. Így legalább nem kell egyenként behívnom titeket. Remek, mintha olvasnátok a gondolataimban. Éppen ma akartam beszélni veletek. Hihetetlen, ez biztosan valamiféle telepátia. Gyere, menjünk, drága. Ne menjetek. Beszélnem kell veletek. Meg kell vitatnunk ezt-azt. Mit szóltak? Nekünk nincs miről beszélnünk egymással. Dehogy nincs, Santiago. Dehogy nincs. Nagyon is sok van. Nem akarok vitatkozni csupán. Szeretnék elbeszélgetni veletek, ha? Foglaljatok helyet. Beszélgessünk kultúrált emberként. Tessék. Remek. Úgy. Jól van. Ez az, remek. És... rögtön a tárgyra térnék. Rendben van? Hm? Úgy vettem észre, hogy... túl sokat jár a szád, Santiago. Eljátszod a jó fiút, hogy tisztázd magad. Sajnos ezt nem engedhetem meg neked. Legyél csak olyan, mint idáig voltál. Ne próbálj kijátszani, és főképp a lányaimat ne. Alejandro, elegem van belőled. Azt teszem, amihez kedvem van. Hát persze. Látom, hogy azt teszed, amihez kedved van. Felül. Akkor én is kimondom, amihez nekem van kedvem. Mit gondolsz? Vigyázz, Alejandro, mert a tűzzel játszol. Na persze. Miután már megöregedtél, elmagyarázom, mi a teendőd. Először is nem szólsz senkinek. Egy léleknek se arról, hogy Gabriela a lányod, és Tatjana az unokád. Ha ezt bárkinek elárulod, esküszöm neked, hogy börtönbe zárhatlak magát is. Csak rajtad áll. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Hangkép Szinkron csoport készítette.